Egyre többen foglalkoznak állattartással Karcagon és térségünkben. Igény mutatkozik a minőségi húsokra a nagy áruházláncok részéről is. Az állattenyésztésről kérdeztük Domján Sándort, hiszen az általa irányított cégek ezzel is foglalkoznak. Nálunk sosem áll meg az élet, hiszen állattenyésztésünk is van, sőt újra egyre nagyobb mértékben van állattenyésztésünk, és tartógazdaság vagyunk, nem csak Karcagon gazdálkodunk, de itt Karcagon is újra benépesítettünk már két sertéstelepünket. Itt mi csak hízlalunk, a más telepeinken előállított malacot szállítjuk ide, és azokat hízlaljuk meg. Mi almos tartásra álltunk át, mert hisszük és valljuk, hogy a természetes tápanyag visszapótlás, tehát az almos szelves trágya, az a legtökéletesebb tápanyag visszapótlás. Azzal lehet legjobban serkenteni a talajéletet. Természetesen mi is rákényszerülünk műtrágyára, illetve egyéb anyagokra, de ezzel kiegészítjük. Egy kicsit a mezőgazdaság kettősségét is próbáljuk ezzel kiegyenlíteni, hiszen most ebben az évben, az elmúlt évben az árakat nézem, akkor nagyon jó volt növénytermesztőnek lenni, és nagyon rossz volt állattartónak lenni, hiszen a sertés ára lefele, nagyon durván lefele tendál, a termények ára pedig fölfele, de hogyha mindkettőt csinálja az ember, akkor azért tud nivellálni, tud egy olyan egyensúlyt kialakítani, ami biztonságossá teszi a gazdálkodást. Az Ocean-nel szerződött karcagi sertéstartó gazdáknak előnyösebb az állattartás, mert ők magasabb átvételi árat kapnak, mondta a szakember.